Kiégett lakások, elszenesedett romok. Ez maradt abból a párizsi házból, amely hétfő éjjel gyulladt ki. A Rue Erlangéi ház környékén még kedreggel is számos utca le volt zárva, és kiürítették a szomszédos épületeket is. A lakókat sokkolta a tűzeset. Az emberek sikoltoztak és a tetőre menekültek, onnan próbáltak meg lejutni a korlátokba kapaszkodva, az erkélyekről lógva. Rengeteg tűzoltó volt a helyszínen, mindenfelé futkostak és négyes csoportokban hatoltak be az épületbe. Nem maradtak bent sokáig, gyorsan váltották egymást, de amikor kijöttek, mind kormosak voltak. A tűzoltóknak több mint 50 lakót sikerült kimenteniük a nagy lánga légő, hevesen tomboló tűzvészből, amelyben legalább 10 életüket vesztették. A mentő alakulatoknak a 8 emeletes ház tetejéig kellett mászniuk, hogy lehozzák az ott rekedt embereket. Franciaországot megrázta a Rue Erlangéi tűz, írta a köztársasági elnök Twitterén. Köszönet a tűzoltóknak, akiknek bátorsága sok életet megmentett. A francia belügyminiszter szintén a tűzoltók munkáját dicsérte. Szeretném üdvözölni a párizsi tűzoltók mozgósítását. Csak nem 250 ember reagált azonnal, és az éjszaka folyamán több mint 50 embert kimentettek emeletről emeletre haladva. A hatóságok szerint gyújtogatás okozhatta az épület tüzet. A ház egy lakóját, egy 40 éves, korábban pszichiátrián is kezelt nőt gyanúsítottként letartóztatták.